Sziasztok! Most, hogy láttátok a dekadens szobát, amit lehet bukkolni, van egy különleges gép, amit is lehet még Las Vegasban igazából rendelni. Remélhetőleg hamarosan Európában is. Méghozzá van itt egy készülék, amit úgy hívnak, hogy Smarttender. Smarttender azt jelenti, hogy egy gép, egy asztal igazából, amit magatokat tudtok igazából vinni, a hotelszobában lehet rendelni, és annyi a lényege, hogy nem spártenderünk, nem kell piát enni, semmit, hanem idökli a parunkat, előveszünk kis eget, és még kiválasztjuk, hogy mit szeretnénk inni. Mert ólört van egy jég, és hogyha ezt arrébb húzom, akkor itt lesznek majd a citromok, meg más dolgok. És az a lényeg, hogy rákattítok a képernyőre. És akkor van különböző dolog, amit kell választani. Van olyan shot, martini, tropical drink, szóda. Ha csak a szódára megyünk, akkor látjuk, hogy van egy hosszú lista csak ilyen standard szódáról, ami be van a gépen, benne igazából benne, ilyen kis műanyag zacskókban. Ha visszamegyek, látjuk, hogy vannak további dolgok, az egész este például meg tudjuk nézni, hogy mit ittak az emberek, és mindjárt látjuk, hogy például 30-szor rendeltek Long Island Ice-t eddig, 8-szor Tito's, 6-szor vodka tonikot, és stb. Menjünk vissza, van egy favorite is, és azt jelenti, hogy be lehet favorizálni, hogy mit szeretnék az emberek igazából inni. Én a vodka krembinek vagyok, a fennyel igazából visszamegyünk mindjárt, de még bemutattam nektek a lényeget az egész képnek, méghozzá az a lényeg, hogy itt azt mondjuk, hogy egy bizonyos piát akarunk inni, mondjuk mindjárt a tekilával, szeretnénk inni egy lime juice, akkor megmondják, hogy milyen piák vannak ezekből, és hogy látjátok, hogy van néhány belőle, és van olyan is, hogy 2 különböző tekilából lehet választani, vagy különböző dolgokból áll. Például itt látszik egy picit azt, hogy Tanqueray 10-ből és tekilából lesz ez a John Elliot Collins, és így tovább. De például most nem ehhez van kerem, hanem egy sima whisky kólához, úgyhogy azt mondom, hogy whisky kóla, azt mondom, hogy show drinks, és látjátok, még favorizálva is van, hogy ezt ki tudom választani, és azt mondtam, hogy make this drink. Na most az lesz a kérdés, hogy simát vagy duplát kérek, persze duplát kérek, itt lent a forram, azt mondom, hogy duplát kérek, és elkezd a challenge, közben mutatja, hogy mit ön bele, egy whisky, adom meg bele egy Jack Daniels, még egy Jack Daniels, és persze ezt kérek még kólát is, úgyhogy rakja bele a kólát. Iné, hogyha még mondjuk egy kis citromot kérek, vagy valami más piát, és azt mondom, hogy add a splash, itt van néhány dolog, amit ki tudom választani, pineapple juice, orange juice, egy kicsit sour, de nekem van lime soda, vagy lemonade, nem annyira izgalmas, csak sima lime juice kérek bele, ami citromlének lenne lefordítva, magyarul azt mondom, hogy lime juice, és ebben egy kis lime juice volt még benne hely, és nagyon szépen állítom, most meg tudom inni, azt mondom, hogy close, és a következő ember, aki ide jön, az ugyanúgy még kiválaszthatja, hogy mit szeretne inni, vagy úgy is, hogy bejön az, hogy mondjuk egy My Type kér, úgyhogy elkezdett írni, hogy My Type. Azt úgy kell csinálni, hogy bemegyek az All Drinks-be, és elkezdem azt mondani, hogy mondjuk egy My Type. Az sajnos nincs benne, mert nincs olyan annyi sok különböző vodkafajta benne, vagy piafajta, úgyhogy például Maiden's Prayer-t ajánl én nekünk. Én igazából ennyi volt a rövidben tolja a Smarttendernek, közben néztek, nem Gábor Lázsot, 2.0-tól, és folytatjuk az iszogatást itt a 64. emeletben, Las Vegasban, ahogy látjátok, hogy hátul milyen szép a kilátás itt. Köszönöm, hogy